Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az akkumulátorgyárak dolgozóinak helyzetéről, a rossz munkabiztonságról és a hatóságok tehetetlenségéről is beszélt többek között a 24.hu gazdasági podcastjában a minap Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Belebeszélgetünk a munkások helyzetéről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És a ma reggelt Komjáti Imrével kezdtük, aki nagyon örült neki, mikor hallotta a felvezetőmben, hogy önnel is fogok beszélgetni, és ő is említette azt, hogy például ugye most épülendő, majd debreceni akkumulátorgyárnál mennyire fontos lenne, hogy mondjuk ne legyen nikkelmérgezés az ott dolgozóknak. Mi a helyzet a most meglévő gyáraknál, kezdjük így, és úgy tudom, azt is nehezményezi, hogy például Gödön nagyon kevés információja van a szakszervezetnek. Így van, hát Magyarországon azért még annyi akkumulátor nincsen, mint amennyiről beszélünk, vagy akkumulátorgyár, mint amennyiről beszélünk, de természetesen látszik, hogy egy stratégiai kérdése a kormányzatnak, hogy az akkumulátorgyárakat Magyarországra hozta. Egyébként a tegnapi nap folyamán volt egy nemzetközi egyeztetésünk, és csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Franciaországban, Norvégiában, Svédországban és Németországban is igen komoly küzdelem van annak érdekében, hogy minél több akkumulátorgyár települjön le. Egyébként Európában ez körülbelül 800 ezer új munkahelyet fog jelenteni az elkövetkezendő másfél-két évben, és ugye közte Magyarországon, ahol 35 ezer új munkahely kerül telepítésre, és ezért is fontos az, hogyha azt nézzük, hogy a mai magyar munkavállalók és a jövendőbeliek milyen munkakörülmények között dolgoznak, akkor elsődleges kérdés, hogy biztonságos munkahely legyen, egészségügyileg pedig mindenféleképpen védett környezet. Igen, én Komjáti Imrétől is kérdeztem azt, hogy ha elvileg megvannak a szigorú előírások, akkor miért feltételezzük azt, hogy ezeket nem tartják be? Ő itt például azt mondta, hogy a munkavédelmi ellenőrzések száma az nagyon durván lecsökkent az elmúlt időszakban. Erről önnek vannak adatai? Igen, ez valóban így van. Nagyon kevés a munkahogyi ellenőrzés. Ez annak is köszönhető, hogy egy hivatalból, ami országos hatókörű volt, abból ma már egy főosztály működik. Ez az elmúlt időszak, az elmúlt 12 év eredményeként a kormányzat teljesen szétverte azt a munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzési hálózatot, ami korábban a rendszerváltás óta működött. Ennek egyébként több hátrányos következménye is van. Egyrészt a munkavállalók már nehezen tudnak fordulni szakszervezeten kívül bármiféle védelemhez. Másrészt látjuk azt, hogy az egészségkárosodásból fakadóan egyre több probléma merül föl, vagy a legtragikusabb helyzet az pedig a halálos kimenetelű munkabalesetek, amelyek elsősorban abból is fakadhatnak, hogy kevés az ellenőrzés. A mi információink szerint egyébként országos szinten összesen 47, igen, jól mondom, 47 ellenőr van. Ez elképesztő. 47? Igen, 47 fő tevékenykedik munkahogyi ellenőrzési munkakörben Magyarországon. Van összehasonlító adata, hogy egyébként nem tudom, gyáranként külföldön vagy Európában, nem tudom, havonta egyszer kellene ellenőrizni, tehát tudunk valami adatot mellé tenni? Hát magyar adatot nézünk, egy korábbi adatot, ahol több száz munkavállaló dolgozott ebben a foglalkozási körben, és sokkal több ellenőrzést hajtottak végre, mint ma. Ha azt nézzük, hogy körülbelül ma Magyarországon durván olyan 600 ezer vállalkozás van, akkor ki lehet számolni gyorsan, hogy hány évig kell várni annak a vállalkozásnak, ami Magyarországon működik, egy munkaügyi ellenőrzésre. Hát valószínűleg generációkat. Ebből adódik, hogy nagyon sok helyen ebből a helyzetből kiindulva komoly visszaélések is vannak, hiszen nem tartják be a munkaügyi előírásokat, független attól egyébként, hogy a cég milyen nagysággal bír.
Úgy tudom, hogy Németországban egyébként van hasonló akkugyár, legalábbis ezt szokták mondani, akik a Debrecenben épülő gyár mellett is érvelnek, hogy nyugi, mert ilyen van máshol is. Önök tudnak ilyen szakszervezetekről, vagy nemzetközi szinten bármilyen más szakszervezettel kapcsolatban állnak, hogy ott mit tudnak elérni, mi a teendő, mi lenne az alap előírás? Igen, van, sőt, amint az európai, mint pedig a világszervezet tagjaként nagyon komoly információs hálózattal és kapcsolati hálózattal rendelkezünk. Ennek érdekében is ezt a hálózatot használjuk, és természetesen Európa szinten kétoldalú kapcsolataink vannak. Így szinte napi kapcsolat van például a kettő-türingiai gyár ban lévő vagy működő szakszervezettel, illetve hát ott más a struktúra, de ebből a szempontból ez egy fontos a jövőre nézve is, hogy lássuk azt, hogy más országokban egyébként az akkumulátorgyárban dolgozóknak az érdekeit hogyan védik. De ha arról beszélünk és összehasonlítást akarunk végezni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ott a kormányzat attól függetlenül, hogy adott esetben ott is valamilyen támogatást kapnak ezek a beruházások, ott sokkal szigorúbb és sokkal munkavállaló barátabb feltételek mellett lehet ilyen gyárakat létesíteni. Nem beszélve arról, hogy az oda kerülő vagy az ott meginduló termelésben résztvevő dolgozókat kollektív szerződés és bérmegállapodás is védi. Mi az, ami előforduló eset van az önök praxisában, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, amivel találkoznak? Ugye itt nikkelmérgezésről már volt szó, ilyen volt az elmúlt időszakban például, vagy mi a leggyakoribb munkabaleset? A munkabalesetről jelen pillanatban különösen nincsen tudomásunk, ami persze nem jelenti azt, hogy nem történik. Miért nem kötelező ezt bejelenteni? De kötelezően sajnos azt tapasztaljuk, sok esetben a munkáltató ezt eltusolja, vagy valamilyen olyan megoldást választ a munkavállalóval, ami következtében nem jelentik le, vagy nem írnak is se jegyzőkönyvet a munkabalesetről. Ennek aztán később ilyen komoly következményei lehetnek. De azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi időben, hogyha azokat az akkumulátorgyárakat nézzük, ahol a vegyész szakszervezet jelen van, tehát szakszervezeti tagsággal rendelkezik, ott most én azt gondolom, hogy munkavégzés tekintetben nyugalom van. Itt az idei bérmegállapodások az, ami fókuszpontba került, illetve kerül a mai napig is. Komáromban nem tudtunk megállapodni a munkáltatóval, ott egy egyoldalú bérfejlesztés történt az idei évre vonatkozóan, ezért ezt még nem tartjuk lezártnak, nagyon alacsony mértékben történt a béremelés, és ez én azt gondolom, hogy a mai munkaerőpiaci helyzetben és az inflációt ismerve nem biztos, hogy végleges. Úgy fogalmazott, hogy ahol jelen vannak, mert például hol nincsenek jelen, ami szükséges lenne, és miért nem? Hát ott nem vagyunk jelen, ahol még nincsen gyár, tehát vagy nincsen dolgozó, csak beszélünk ugye róla, hogy ott még lesz. A Samsung esetében van egy olyan helyzet, ami következtében mi nem tudunk még egyelőre szakszervezeti tagsággal rendelkező munkavállalót felmutatni, de hát ennek az oka elsősorban, hogy ott nagyon komoly félelem van a munkavállalók részéről, hogyha ott a szakszervezet megalakul, hiszen a Samsungnál, hát finoman szólva is nem szakszervezet párti a menedzsment. A kollektív szerződés az ilyen típusú gyáraknál mennyire jellemző? Nyugat-Európában nagyon jellemző, Magyarországon tekintettel arra, hogy az még gyerekcipőben járnak ezek az akkumulátorgyáraknál a foglalkoztatottaknak a létszáma, kivéve a Komáromnál. Ott azért törekszünk arra, hogy záros határidőn belül kollektív szerződés legyen.
Azt lehet olvasni, hogy első körben Kínából vennének fel embereket a debreceni akkumulátorgyárba. Ezt egyébként a beruházó cég egyik vezetője nyilatkozta. Komiát Imre pedig azt mondta, hogy például ez azért is aggályos, és akkor itt összekötöm a kettőt, mert hogyha nincs kollektív szerződés, akkor őket kvázi szinte semmi sem védi, és ezek az emberek más munkamorálhoz vannak szokva, tehát például őket simán lehet dolgoztatni akár heti 6 napot. Ez így van. Ez így van, sőt, nekünk az a tapasztalatunk, hogy a harmadik országból jövő munkavállalók, független attól, hogy milyen szabályozás van Magyarországon, és ez nem csak az akkumulátorgyára vonatkozik, hanem általánosságban el lehet mondani, a pénz és a más munkakultúrából fakadó különbségekből kiindulva túlvállalják magukat, és akár a túlórának a túlóráját is bevállalják, annak érdekében, hogy minél több pénzt vihessenek, vagy küldhessenek haza. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Van-e mostanában egyébként olyan egyeztetés, ami a közeljövőben várható bármelyik gyárral, és érdemes figyelnünk rá? Mi több szinten folytatunk egyeztetést. Elkezdődött egy értékes párbeszéd az Akkumulátorszövetséggel. Nekünk az a célunk egyébként, hogy itt egy komolyabb együttműködés keretében akár későbbiek során valamilyen ágazatra vonatkozó megállapodás is szülessen, és nagy meglepetésünkre, aminek én kifejezetten örülök, a kormányzat képviselőivel holnapi nap folyamán tudunk akkumulátorgyárak kérdéskörében egyeztetést folytatni. No, ettől mit várnak? Ettől azt várjuk, hogy azokat a kérdéseket és azokat, amelyek a társadalom felé akár egy kicsit pozitívabb irányba is viszik az akkumulátorgyártással, és itt elsősorban a munkavállalók és a környezeti hatásokra gondolok, a nyilvánosság felé egy pozitív hatást tud gyakorolni, ugyanis a következő alapvető probléma van, hogyha továbbiakban is a nyilvánosság előtt folyamatosan negatív célkeresztbe kerülnek ezek az új gyárak, akkor azok a munkavállalók, akik akár szerettek volna, magyar munkavállalók szerettek volna ezeknél a gyáraknál dolgozni, el fogják veszíteni a bizalmat, és akkor valóban az a kérdés lesz az új gyár vezetése előtt, hogy milyen munkavállalókkal fogják az gyárakat üzemeltetni, és hogyha nem magyar munkavállaló fog dolgozni, akkor valószínűleg harmadik országbeli. Ez egy nagy kérdés, és én azt gondolom, hogy ebben óriási felelőssége van mindannyiunknak. Akkor várjuk, hogy beszámoljon nekünk holnap után erről reggel. Keressük majd szerintem ez ügyben. Székely Állok Tamás. Rendelkezésre, és köszönöm szépen a lehetőséget. A Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Köszönöm. Viszont hallásra.